korábbi évek megtakarításából. Megtartották a Hévíz TDM Egyesület 10 éves jubileumi közgyűlését. A rendezvény jó alkalmat adott a szervezet eddigi munkájának áttekintésére. Az egésznek a lényeg egy alulról szerveződő egység, gyakorlatilag ebben képviselve van minden vállalkozó, szolgáltató és a civilek plusz az önkormányzat, tehát egy olyan összefogás indult 10 évvel ezelőtt, ami korábban nem volt. Akkor 27 taggal kezdtünk, most több mint 100-an vagyunk, szerintem ez már önmagában is mutatja azt, hogy mekkora fejlődésen mentünk keresztül. Egy Turinform irodát nyitottunk meg már az első évben, aztán azóta van már egy második Turinform irodánk is. Hogyha tevékenységeket nézem, amiket végeztünk, gyakorlatilag felsorolhatatlan, hogy mennyi pályázat van mögöttünk, mennyi együttműködés, akár helyi, térségi, régiós, országos szinten, és az idei évben még az év TDM Egyesülete díjat is elhoztuk. A közgyűlésen szakmai beszámolót is hallhattak a tagok, mely összegezte az Egyesület 2015-ös munkáját. Minden alaptevékenységünknek eleget tettünk. Ezek azt jelenti, hogy a Turinform irodának egy nagyon sikeres évét zártunk, hiszen egy infopontot nyitottunk a nagy parkolóban, amivel sikerült körülbelül 30%-kal megnövelnünk a kiszolgált vendégek számát. Így túléptük a 30 ezres vendégszámot, akiknek segíthetni tudtunk ebben az évben. Ezen kívül a Turinformban köszönhetően az üzleti tevékenységünk bővülésének és a kerékpárkölcsönzésnek vállalkozói bevételeinket is növelünk. Tudtunk, ami ugyancsak nagy teljesítménynek számít, hiszen alapvetően nem fő tevékenységünk, hogy vállalkozói tevékenységet folytassunk. Az idei évben is igyekeznek minél több vendéget kiszolgálni a Turinform irodában, és új látványos marketing elemeket létesíteni a városban. Ezen kívül a tavalyi év munkáját folytatva több pályázat beadására is sor kerül. Az egyikben 10 közép-európai tradicionális fürdőváros vesz részt, a másik pedig a magyarországi TDM pályázat. Mindkettő elbírálása márciusban várható.